Csiszi B, csiszi csosszi kombiné, fekete fekete cukor a B, kombiné, kombiné. Csiszi A, csiszi B, csiszi csosszi kombiné, fekete fekete cukor a B, mi ez a belábel kombiné. Csiszi A, csiszi B, csiszi csosszi kombiné, fekete fekete cukor a B, megpróbálom összefoglalni ezt a mai délelőttől, akkor úgy kezdem. Egy rakás hangos gyerek, 15 hangszer, egy betlehemes, egy boszorka, amit hagytam ki, jó hangulat. És rengeteg muzsika hozzá, mert igaziból egy zenekar vagyunk, egy együttes, mi szeretjük inkább együttesnek hívni magunkat, és valóban a zenén kívül, ahogy említetted, rengeteg mindent próbálunk a gyerkőcöknek így karácsonyváróba megmutatni, ami Hajdanában ehhez az ünnepkörhöz tartozott faluhelyen, vagy akár bármerre tanyavilágba, bármerre a Magyarország területén. Az ismeretterjesztés és a szórakoztatás, ez valahogy nekem úgy teljesen egybejött. Igen, egyébként az ismeretterjesztésnek talán az egyik legjobb útja és módja a szórakoztatással egybe függően van, mert minél inkább több vicc épül be valami információs sorba az előadás közben, annál inkább segít megragadni a legújabb kutatások alapján a memóriánkba azoknak a dolgoknak, amiket szeretnénk elmondani. Ha viccbe van bugyolálva valami fontos dolog, becsomagolva, akkor az mélyebbre ül, ez a legújabb. Szék, vasszöge, vascsavart és egyéb fém alkatrész ne tartalmazzon, ebben nincs egy darab se. Akkor jó. És még azt is mondtam neki... Hát nincs egy darab semmi. És akkor itt ez a csillogós. Melyik, Zoli? Melyik? Ez a kettő. Ami úgy féli? Igen. Ezüstfenyő. Hát az azért ezüst, mert féli. Na jó. És még azt is mondtam neki, december 13-án, Luca napján kezdjen hozzá a székkészítéshez, de csak úgy csinálja, csak szépen lassan, minden nap csak egy kicsit dolgozzon rajta, hogy pont karácsony estére készüljön el. Első nap mondjuk fűrészeli. Jó, na ide nézzetek az ülésének ezeket az egyenes széleit, levágom asztalos fűrésszel, itt van a polcon. Jön egy rövidebbik oldal, azzal kezdem. A világ nagy titkaihoz is ezen a délelőttön közelebb kerültünk. Tehát most már tudjuk azt, hogy melyik az a szeg, amely fenyőből van és mégis világít. Egy barátunktól tanultuk, ezt viccesen, ezüstfenyő az a fa, amelyik csillogós szeg készíthető belőle, de persze ez csak tréfa. A néphagyomány szerint nem használtak fémalkatrészt a Luca székéhez, ha ezt most már a gyerkőcök is tudják. Hát majdnem elfelejtettem. Úgy van. A mák. Mák. És a nyám. Hát az
mester mondta. Az asztalos mester, Szemegessen! És ugye nem hagytam elmondani, de szememként kell szedegetni. Szedjed! Nem megint egy-kettő, hanem... Júj! Három következik! Júj! Szemenként a mákot, addig én békésen hazasétálok és tűzbe dobom a Luca székét, hogy ne fogjon rajtam a rontás. La 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 Balázs muzsika! Járjon csak! Most már a táncol! A figyel! Tudtam azt is, hogy a boszorkánynak szarva van a templomban, aztán kiderült, hogy még nincsenek kis boszorkányok. Nekünk ez a meseszerű, a valósággal félig keveredő világ az, amit úgy gondolunk, hogy ez az a közeg, amiben a legjobban el tudjuk juttatni a gyerkőcökhöz a mondandónkat, mert ez a mesevilág, ez az, ami az ő korosztályukból adódóan az ő lelkükhöz a legközelebb áll. Humorral, viccel és rengeteg okosító dologgal, de mindez gyereknyelven. Úgyhogy a felnőttek is szórakozzanak közbe természetesen. Nem gondolkoztak még egy névválasztáson, hiszen annyi fényt hoznak a gyerekeknek a délelőttjébe, nem kolomposnak, hanem fényhozónak, vagy valami hasonló, lámpásnak pontosan. A kolompos annyira jól bevált, talán most már a 25-26. 7. éve használja az együttes ezt a kolompos nevet, hogy annyira jól bevált, most már egyre több helyen ismerik, úgyhogy szerintem mi fogunk is ennél maradni. Zeneileg is igen értékes dallamokat hallgattunk. Megpróbálunk a Kárpát-medence több részéről is válogatni dallamokat, és nem csak egy vidékre lekorlátozódni. Amikor a gyerkőcökkel táncolunk, ha van rá lehetőség, akkor általában egyszerűbb somogyi, sárközi zenéket játszunk, de mindezek mellett, mivel ezt hallják a legtöbb gyerek táncházakban, mint a legtöbb együttes ezzel próbálja őket megmozgatni, ezen kívül mi szerettünk volna nekik mutatni egy kis ilyen, olyan, amolyan a Kárpát-medence több területéről való muzsikát is. Így beépítve a műsorba, hát ha egy kicsit, még ha nem is most óvodáskorba, de később iskoláskorba, esetleg amikor kezdik ezeket a dolgokat tanulni, ha már egy-két dolog visszaköszön, hogy jaj, tényleg ilyen zenére bulisztunk, nevetgéltünk a kolomposa, akkor már győztünk. Nekünk igazándiból ez kb. Az irány, amit szeretnénk. Thank you.
időnként én is egy kicsit gyerek vagyok, mert szinte táncoltam. Gyerekkorunkból sok mindent elfelejtünk. Mi öten szerintem azért találkoztunk így össze, a sors kavarta így össze a lapjainkat, hogy egy kupacba, egy együttesbe találkozunk, mert szerintem bennünk mind az ötünkben egy kicsit több gyerek maradt, mint ugye a nagy átlagba, az átlag felnőttekbe, és könnyen megértjük magunkat, megértetjük magunkat a gyerekekkel, és ha az előbb sem mondtam rosszul, meg is értjük az ő lelküknek a mozdulásait, mi az ő tempójuk. A műfajból adódik, vagy egyszerűen szembe mennek a mainstream-mel, és vállalják azt, hogy csak akusztikus hangszereket hoztak. Ez egy szentpéteri sziklaszilárd alap, az, amin mi dolgozunk, ez a népzene. Ezt száz évek csiszolták, több száz év csiszolták. Egész egyszerűen gondoljunk bele, azok a dallamok, azok a nóták, amiket nem kértek annak idején faluhelyen a fogadóba, csárdába a zenészektől, azok kikoptak. Az idő megtisztította a népzenét, minden típusú népzenét. Én szerintem a magyar népzene is nagyon jó dallamokból áll, nagyon jó muzsikákból. Igazándiból mi ennek a mechanizmusnak, ennek a több száz év csiszolta kultúrának az alapjain próbálunk dolgozni, úgyhogy én bátran merem állítani, hogy gyakorlatilag egy támadhatatlan alapunk van, amiből aztán óriás világokat lehet a gyerkőcök lelkébe felépíteni. Megrázta a csengettyűjét, és azt énekelte hozzá, hogy Glória, Glória, ébredjetek, pásztorok, ébredjetek, pásztorok, megszületett a Jézuska, megszületett a Jézuska. Elkezdtek ébredezni a pásztorok, föl is tápászkodtak. Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos istálócskába, siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel oda érhessünk. Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos istálócskába, siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel oda érhessünk. Advent első napjaiban rögtön előre hoztak nekünk egy betlehemes játékot, amit a fiatalok, pontosan abban az öreg banyák, meg azt hiszem, meg egy angyalka is volt a színpadon, nagyon szépen el is játszottak. Nem korai ez egy kicsit még? Amikor már így közeledünk a karácsonyhoz, ezek annyira fontos dolgok, amiket itt eljátszunk. A televízióban egyre kevesebbet, úgynevezett mainstreambe, egyre kevesebb szerephez jutnak ezek a dolgok, és bizony úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy lássanak egy ilyen műsort, ilyen népszokásokkal, decemberhez közeledve. Ez abszolút aktuális. Bőgős kollégájuk kivételével mindenki egy rakáshangszeren játszik. A tamburára legtöbbször a média, mainstream média miatt azt mondják, hogy ez a banjo például, ami egy teljesen kultúridegen hangszer, ez egy tengeren túli kultúra. Legalábbis egyelőre maradjunk abban, reméljük, hogy ez így is marad. A legtöbb helyen én, ja értem, így van. Úgyhogy mivel a legtöbb helyen halljuk, hogy a kultúránktól relatíve idegen hangszerekkel jobban képbe vannak, jobban ismerik őket, mint a miénk, ez a mi kultúránkhoz tartozó hangszereket, vagy Kárpát-medencében inkább elterjedt hangszereket, ezért mi fontosnak tartjuk, hogy ezeket lássák. Nem a tévébe, de a színpadon, egy kolompos műsoron bizony jelenjenek meg, szerepeljenek. A délszláv hangszerek közül a tambura például, jelenjen meg egy harmónika, amit Kalotaszegen manapság már használnak a mulatságokba, jelenjen meg egy citera például, egy ütőgardon, amivel, ha belegondolunk a tévébe, rádióba, ritkán találkozik egy mai óvodás vagy kisiskolás. Amit itt most a színpadon láttam, ez maga az ön megvalósítás. Ez örömzene volt. Mi szeretjük, amit csinálunk. Ezek a ritka jelenségek közé tartozik, mert lehet szomorúan is muzsikálni, lehet szomorúan bélyegeket pecsételni egész nap, vagy egy számítógépet püfölni. A gyerkőcök szemébe nézni nem lehet szomorúan, mert bennük mindig van egy olyan féktelen, önfelett, egy kicsi vidámság, ami eredendően a fiatalság okozza, és e köré csak fel kell építeni egy kis díszletet, és ők rögtön elkezdenek szerepelni, vidáman énekelni, és elkezdenek kinyílni. Tehát mi gyakorlatilag, én csak azt tudom mondani, hogy egy körítést adunk az ő lelkük köré, és a műsort javarészt ők csinálják. De ez titok, ez szakmai titok.